Sziasztok! A mai nappal 2020. szeptember 1-je van, és pontosan 14 évvel ezelőtt, 2006. szeptember 1-je jöttem össze a feleségemmel, és gondolkoztam, hogyan kéne megünnepelni ezt a jeles alkalmat egy a YouTube csatornámon, és arra gondoltam, mert többen kérdeztétek tőlem, hogy mi a hosszú távon sem unalmassá váló szexnek a titka, hogyan tudunk boldog szexuális életet teremteni hosszú távon, és ezt megtartani. Ezért azt gondoltam, hogy ezt a kérdést igyekszem a körül járni nektek a legjobb tudásom alapján. Hangsúlyozom, hogy ezek csak az én tapasztalataim lesznek, ahogyan én látom ezt a kérdést. Lehet, hogy ti teljesen máshogy látjátok, máshogy tapasztaljátok, de beszéljünk egy picit akkor arról, hogy én hogyan látom ezt a kérdést. Azt gondolom, hogy lefeküdni 1000 nővel egy fantasztikus teljesítmény, de lefeküdni egyetlen egy nővel 1000-szer úgy, hogy az 1000. alkalomra is megmarad a tűz, a szenvedés, az 1000. alkalomra sem válik unalmassá a szex, az én szememben még egy picit komolyabb teljesítménynek minősül. Beszéljünk egy picit először arról, hogy mi az, amire véleményem szerint nincsen szükség a hosszú távon unalmassá, ahhoz, hogy hosszú távon is fent tudjuk tartani a lángot, és azt gondolom, hogy nincsen szükség arra, hogy bármilyen külső eszközöket, forrásokat, embereket emeljünk be a kapcsolatunkba, a szexualitásunkba. Egész egyszerűen csak a férfira és a nőre, rám és a partneremre van szükség, és magunkból, önmagunkból kell kihozni a legjobbat és a legtöbbet, amit csak tudunk. Azt gondolom, hogy igazából akkor lesz unalmas a szex, hogyha sose volt valójában jó. Hogy beszéljünk egy picit arról, hogy hogyan látom én ezt az egészet, mi kell ahhoz, hogy jól tudjunk működni együtt, és ne veszítsük el a lelkesedésünket hosszú távon sem. 10 pontba gyűjtöttem össze nektek az általam fontosnak félt gondolatokat, és most ezen a 10 ponton fogunk végighaladni együtt. Az első pont, ami a legfontosabb, az maga a párkapcsolatnak az ápolása. Amennyiben bármilyen párkapcsolati, komolyabb párkapcsolati probléma van, az sajnos borítékolható, tönkre fogja tenni hosszú távon a szeretkezések minőségét. Rövid távon működik olyan, hogy egy vacak párkapcsolatban fantasztikus szex van, de ez hosszú távon képtelenség. A szex valahol a párkapcsolatnak a tünet hordozója, és minden probléma ki fog vetülni magába a szexualitásunkba is. És mivel tönkre fogja tenni a minőségét, így előbb-utóbb a unalmassá is fogja tenni az, hogyha komoly párkapcsolati probléma van, amit nem tudunk kezelni a párunkkal. Így váradtam ki több videót is ezzel kapcsolatban, de azt gondolom, hogy erről nem is lehet igazából eleget beszélni. A legfontosabb pont, ami nélkül minden más fabatkát sem ér, az magának a párkapcsolatnak az ápolása, persze amennyiben párkapcsolatról beszélünk, de mivel a hosszú távú szex a célunk, így most párkapcsolaton belül vesézzük ki ezeket a gondolatokat. Tehát párkapcsolat ápolás. Második pont a megélt vágyak. Ez alatt azt értem, hogy én is és a párom is meg tudjuk élni a vágyainkat. Egyikünknek sem maradjanak ilyen szürke foltok, amiket szeretnénk megélni, de nem tudunk, vagy nem merünk kommunikálni a másikkal, vagy bármilyen okból kifolyólag megéletlenek maradnak ezek a bizonyos vágyak. Azt gondolom, hogy a szex az igazából akkor jó, hogyha van egy ember, aki megéli a vágyait, és egy másik ember, aki megéli a vágyait, és ebből egy közös vágyat hoznak létre, egy közös vágy megélést hoznak létre, és együtt ketten tudnak lebegni a vágyaikat, megélve a szex gyönyörében. Nagyon fontos pont. Következő pont az adásnak és a kapásnak az egyensúlya. Ugye sokan esünk abban a hibában, hogy elsősorban csak adni akarunk a partnerünknek, ez férfiakra, nőkre ugyanúgy vonatkozik. Kényeztetni akarom a páromat, hogy neki milyen fantasztikus legyen, és igen, ez rövid távon jól működik, hogy kényeztetem a másikat, de itt nem leszek én ebben a folyamatban benne. Tehát, hogyha állandóan csak adok, és nem várok vissza semmit, ez felborítja az egyensúlyt. A szex akkor tud hosszú távon jól működni, hogyha egyensúlyban van tartva, dinamikus egyensúlyban, és ennek elengedhetetlen fontos pontja az, hogy az adás és a kapás mértéke egyensúlyban legyen, és ne legyen eltúlódva egyik irányba se komolyabb mértékben. Következő pont a felszabadultságnak a pontja. Ez alatt azt értem, hogy szégyenmentesen, önmagunkat felvállalva, adott esetben hangosan, nyögve, kiáltozva, sikítozva, ténylegesen felszabadultan, mindenféle gátlások nélkül tudjuk megélni a szexualitásunkat. Ugye a mi esetünkben, mivel a fiacskánkkal élünk együtt, itt van egy pici hiányosságunk, hogyha a fiacskánk otthon van, akkor logikusan nem tudunk akármilyen hangosak lenni például. Tehát kisgyerekesek ezt a pontot azt gondolom, hogy nehezen tudják csak tökéletesen abszolválni, viszont mindenféleképpen érdemes úgy gondolom törekedni a felszabadultságnak a megvalósítására. A következő pont egy kicsit kapcsolódik a 2005-ihez, az, hogy szóljon rólunk a szex. Hogyha folyamatosan csak adunk, ugye akkor nem szól rólunk a szex. Azért fontos, hogy rólunk is szóljon a szex, mert hogyha nem vagyunk mi benne a folyamatban, akkor mindenféleképpen hosszú távon
érdeklődésünket fogjuk veszteni. Már megint teljesítenem kell, már megint adnom kell, nem vagyok én benne, hol szól ez rólam, hol jó ez nekem. Tehát akkor tud jó lenni a szex, hogyha odafigyellek, minden résztvevő fél odafigyel arra, hogy neki is jó legyen, és a párjának is. Rólam is szóljon, és a partneremről is szóljon a szex. A következő fontos pont a jelenlétnek a pontja. Ez egy baromi egyszerű pont, annyi a lényege, hogy szex közben a szexre figyeljünk, és ne másra. Legyünk ott teljes mértékig fejben a partnerünkkel, ne a számlák befizetésén gondolkozzunk, vagy a, nem is tudom, az autóba az olajcserén, vagy a honlapi szempiraspirál megvételén, attól függ, hölgyekről vagy urakról beszélünk, hanem ténylegesen maximális fókusszal legyünk benne az aktusba, szívvel és lélekkel. A következő pont az összhangnak a pontja. Ez alatt azt értem, hogy tudjunk összekapcsolódni a párunkkal, és egy közös összhangban létrehozott játékos energia keverés létrehoz, nem is tudom, hogy fogalmazza meg ezt szebben. A lényeg az, hogy együtt mozdulni, együtt rezdülni, szinkronba és összhangba kerülni a partnerünkkel. Természetesen ez gyakorlás során lehet ezt a pontot fejleszteni, de azt gondolom nagyon fontos az, hogy megfelelő összhangot tudjunk teremteni a párunkkal. A következő pont az, hogy legyen elég szexuális energiánk ahhoz, hogy igazán minőségű szexet tudjunk teremteni. Ugye a szexuális energiának a fokozásáról lehetne egy külön videót is készíteni, valószínűleg fogok is, de itt a lényeg egyértelmű az egészséges életmód, a kellő mennyiségű mozgás, adott esetben különböző gyakorlatoknak az elvégzése, amivel fokozni tudjuk a szexuális energiánkat. Minél több bennünk a szexuális energia, annál intenzívebben tudunk a partnerünkre hatni, és annál intenzívebb élményeket tudunk saját magunknak is adni. A következő pont az elvárások helyett a játékosság. Ugye sokan esnek abba a hibába, hogy komoly elvárásokkal ugranak bele a szeretkezésbe, saját maguktól, vagy a partnerüktől, vagy mind a kettőjüktől. Az elvárások viszont meg fogják ölni a lazasságot, a rugalmasságot és a játékosságot. Azt gondolom, hogy nagyon fontos kellő játékossággal hozzáállni a szeretkezésekhez, adott esetben csak játszani a partnerünk nemi szervével, adott esetben tényleg elnevetni egy-egy pillanatot, hogyha úgy érezzük, hogy arra van szükség. Tehát ne legyen bennünk egy ilyen görcsös akarás, hogy kell teljesíteni, hanem menjünk bennünk egy ilyen jópofa, kellemes játékosság, mint hogy a gyerekek felfedezik a világot. Úgy fedezzük fel mi is minden egyes alkalommal újra és újra a párunk testét és a szeretkezés csodáját. Az utolsó pont, amit megemlítenék, a technikának a pontja, hogy technikailag is legyen elég fejlettségünk ahhoz, hogy tényleg szép dolgokat tudjuk létrehozni ketten. Adott esetben urak tanulhatnak például multiorgazmusos dolgokat, vagy magmegtartást, aki ebbe az irányba akar elmozdulni, vagy bármi szexuális energetikai dolgot lehet tanulni. Hölgyek esetén is lehet akár jobban ráfókuszálni hüvelyorgazmusnak az elérésére, felszabadultságra. Tehát vannak különböző technikai dolgok, fogások, masszírozások, technikák, tehát ezer dolgot lehetne mondani. A lényeg az, hogy érdemes technikailag is fejleszteni magunkat, de hozzáteszem, hogy technika csak akkor számít, hogyha igazából az összes többi dolog rendben van. Önmagában a technika nem fogja elvinni véleményem szerint a szexet a hátán, de nagyon fontos ez a pont is. És hát igazából ennyit akartam mondani a hosszú távon sem unalmassá váló szeretkezés kapcsolatában. Mi a feleségemmel ezekre a dolgokra figyelünk, és ennek köszönhető az, hogy 14 év után sem untunk még meg egymást, és 14 év után sem ununk szeretkezni egymással. Hangsúlyozom, hogy ez nem azt jelenti, hogy az összes szeretkezés 10-ből 10 pont és fantasztikus, tökéletes. Nálunk is vannak elcseszett szexek, amikor mit tudom, ilyen túlfáradtak vagyunk, nem tudunk úgy egymásra hangolódni, bármilyen okból kifőleg szétesünk, vagy bármi probléma van, tehát nálunk is vannak természetesen problémák, de sosem unalmas a szex, és a mai nappal az a kérdés, hogy hogyan ne váljon unalmassá a szeretkezés, és azt gondolom, hogy ezeknek a pontoknak a figyelembevételével és betartásával bármelyik pár elérheti, hogy ne váljon unalmas számukra a szeretkezés, hosszú távon sem. Nos, ennyit akartam nektek mondani mai nappal, bízom benne, hogy érdekesnek vagy hasznosnak gondoltátok. A jövő héten egy rendhagyó adást fogok tartani, mert a jövő héten fogom a 100. videómat leforgatni a vlog csatornámon, és ezért azt gondoltam, hogy összegyűjtöm az eddig összes kritikát, amit kaptam különböző emberektől, egyéb kollégáktól, fejlesztő emberkéktől, tehát igyekszem mindenféle kritikát összeszedni, amit kaptam, és ezekre így egy videóban reagálgatni az összesre. Azt gondolom, hogy érdekes, jópofa videó lesz. Aki még szeretne kritikákat adni nekem a munkásságommal kapcsolatban, az most ez a videó alatt megteheti, és igyekszem majd arra is reagálni nektek. Nos, amennyiben tetszett most nektek ez a videóm, tudjátok lájkolni, ezzel kifejezhetitek a szándékotokat, hogy még több hasonlót is szeretnétek tőlem látni a jövőben. A csatornámra pedig fel tudtok iratkozni, nehogy nem maradjatok, akár egyetlen részvétel is a jövőben. Gyere János voltam, a jövő héten újra találkozunk, és sziasztok!